Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió közéleti magazinját látják. Műsorunkban gazdasági, kulturális, sport, valamint közéleti témákkal várjuk Önöket. Tartsanak velünk, lássuk, miről szól ma a fáma. Kevesen ismerik, pedig Pécsen is sokak hobbija a geocaching. A játék során egy dobozt kell megtalálnunk GPS segítségével, majd abból bármit elvehetünk, ha mi is hagyunk benne kreatív ajándékot. A kincskereső játékot a geocaching közösség tartja életben, azáltal, hogy kihelyezik és számon tartják a ládákat, valamint kölcsönösen betartják a játék szabályait. Ez a fák gyökerei között. Ez egy egyébként teljes, ez egy adekvát viselkedésmód. Túratársainkkal éppen egy geoládát kutatunk a Havasmecsek oldalban. Ezek a gyökerek. Kincset keresünk, mondják. De ugorjunk a történet legelejére, az imént látott jelenetnél egy órával korábbra Dömörkapuhoz. Helyi geocaching játékosok, Lepke, Rotti és István várnak bennünket, innen indulunk útnak. Na de mi is az, hogy geocaching, és milyen ládát keresünk tulajdonképpen? A játékot már 11 éve játsszák hazánkban, meséli István. A játék lényege konkrétan az, hogy keresőjáték, meg kell keresni GPS-szel bemért, és az internetes portálunkon nyilvánosságra hozott koordináták alapján meg kell keresni többnyire egy műanyag dobozt. Persze a geocaching nem egyszerűen dobozkeresés, hanem turisztikai játék, valami nevezetességet igyekszik megmutatni, élményt kíván nyújtani, de amit konkrétan meg kell keresni, az egy műanyag doboz, ha hagyományos geoládáról beszélünk, de vannak például városi sétákhoz gyakori, virtuális, hogy nincs ott fizikailag elrejtve semmi, csak le kell olvasni valamit a jelszóért. Vannak egyállomásos, vannak többállomásos ládák, amikor egy ládasorozatot kell végig járni, úgynevezett multiládák. Vannak nagyon érdekes mozgó ládák, amik változtatják a helyüket. Ládák adatai betölthető a készülékbe, és akkor kiválasztjuk az adott pozícióhoz legközelebb eső lehetséges ládákat. Innen választunk egyet, a kis létre fogunk menni, és akkor ide navigál az autós navigációhoz hasonlóan. A GPS-t követve indulunk el az ösvényen, utunk jelentős részét ezen tesszük meg. Útközben Lepke, polgári nevén Kapas Éva elmondja, 9 éve űzi a játékot. Azért játsza, mert sok izgalmat rejt. Segítségével egy mítosz részévé válhat, nyomok után kutathat és nyomokat hagyhat. Időközben Kisrétre érünk. Itt tehát légvonalban mutatja, hogy 190 vagy 157 méter. Mielőtt tovább haladnánk, a GPS jelezte Bokros terület felé. Lepke elmagyarázza, miért helyez gyöngylepkéket az általa megtalált ládákba. Azt mondja, ez a névjegye. Hű a játékban használt felhasználó nevéhez, és egyben kreatív ajándékot hagyhat maga után. Kedvenc játékmódja a mozgó láda. Itt a doboz felkutatása és elrejtése mindig egy adott témához kötött. A mozgó láda, és azon belül is a szellemjáró. Erről mondanál pár szót? Hogyne. Ez úgy vannak ezek a mozgó ládák, hogy aki kitalálja, aki elindítja, az egy koncepció köré fűzi a történetet. Nevezetesen ez a szellemjáró, olyasféle helyekre kell elrejteni ezt a ládát, amelyik kísértet jártat, hogy valami érdekesség történt ott. Olyan is lehet, hogy valaki ott felakasztotta magát, és valaki ezért ezt tartja számon, és ezért a kísértet járó. Én magam nem erre szoktam, ezt kifejezetten vadászom erre a ládára, csak hát nagyon nehéz elcsípni, de kétszer, ha jól emlékszem, kétszer vagy háromszor már sikerült elcsípnem. Vagy van a forrásodász, amelyik forrásokhoz kell, hogy tovább vigyen, vagy melyik tetszik még a fa, öreg fákat mutat be, az is nagyon tetszik. A kék jelvény szerző túra, kék túrának az útvonalán kell elrejteni. Tehát valaki elrejti, mondjuk legyek a cél, aki egy mozgóládát indít, és más valaki megtalálja, játékostárs, és ha van kedve, akkor tovább viszi. Tehát nem kötelező, hanem minden lehet. Tetszik ez is a játékban, ilyen megengedő, hogy lehet. Hát nyilván az utolsó méterekkel már nem a műszert nézi az ember, hiszen kivaltáron belül. Egy sokkal szűkebb ösvényt elhagyva megérkezünk a geoláda lehetséges lelőhelyéhez.
Egy öreg fa tövében keresgélünk, úgy tűnik hiába. Néhány perccel később Rotti megleli a rejtek helyet. A láda pontos helyét szándékosan nem mutatjuk, mert ha kedvük lenne játszani, ezáltal könnyen rábukkannának. Na, hát nálam 5 métert jelez, ilyenkor már egészen biztos, hogy a műszer eltehető, és a saját fejünkre kell hagyatkozni. Mondtad, hogy ez hogy 5-ös skálán van a nehézségi szint. Igen. Ez hányos? Nem is emlékszem. Azt hiszem, talán? Hogy kettes. Kettes. Hát amelyik nem extra, hanem csak mondjuk erdei ösvényen van, tehát nem különösen nehézségű, az általában kettes. A városiak egyes, egy másfél. És van, amit a ládából el szoktatok vinni? Én nem. Szigorúan cserélnélik. Cserélnélik. Igen. És hát leginkább nyilván kisgyerekeket. Azonos értékben. Éva gyöngylepkéjét betesszük a dobozba, majd Rotti visszahelyezi azt a helyére. Nem minden túra ennyire könnyű, mondják. Volt alkalom, mikor lepke a Jakab-hegyen térdig érő hóban kereste a ládát. És akkor ott voltam így lefagyva. Ott a nagy hóba, idáig ért tényleg a hó. És írkáltam a hóba, hogy SOS, hogy hátha valaki. De meglett a láda. Hát a láda meglett, de az már a legkevesebb problémám volt, hanem hogy én ott fönnmaradok olvadásig, vagy mi lesz. István is elmesélte legmegkapóbb kalandját. Zselicben van egy csillagos égbolt park nevű láda, ahhoz kapcsolódik, hogy ott kicsi a fényszennyezés, és bemutatókat is szoktak tartani. És nem a valódi ládára mutatnak a koordináták, hanem egy kiinduló pontra, ahonnan néhány száz méterenként elhelyezett fény visszaverő pöttyök alapján kell megtalálni végül a célt. Tehát az a vicces benne, hogy tényleg csillagos éjszaka kereshető, jó? Mert különben nappal nehezebb megtalálni. A geocaching közösség eseményeket is szervez, mondja Rotti. A karácsonyt és szilvesztert közös túrával ünneplik meg, ezek mellett versenyeket, fesztiválokat is rendeznek minden évben. A játék megengedő, mindenki találhat magának való sétát, extrém mászástól babakocsis nagymamásig, erdőméji, lepusztult műtárgyakról a főtéri sétákig, több száz kilométeres kerékpártúrával megszerezhetőtől az autóból kinyúlva megtalálhatóig, magyarázzák alkalmi túratársaink. Az Imigropoli című pécsi fejlesztésű internetes játékban a világ egyik távoli szegletében élő karakterünket kell az Európai Unió területére költöztetnünk. A játékot mára több mint 10 000-en játsszák már szerte a világban. Szeretnénk beszámolni közösen kollégáimmal, barátaimmal egy olyan, én azt gondolom, hogy újabb pécsi sikersztoriról, amely ráadásul élvezetes, izgalmas és játékos. Mert... Ez a sikersztori Immigropoli névre hallgat, és egy pécsi fejlesztési online játék, mely tavaly elnyerte az ENSZ interkulturális innováció díját. 92 ország összesen több mint 500 munkája közül választották a legjobb 10 közé. A játékban ázsiai, afrikai vagy dél-amerikai karakterünket kell az Európai Unió egyik országába juttatnunk. Magyarázza a projektgazda Taros István. Az Immigropoli egy játék a vándorlásról, és a különböző kultúrákból az Európai Unióba legális úton érkező migránsokkal foglalkozik. A játékosok, akik az internetre tévednek és az Immigropolival szeretnének játszani, különböző kultúrákból érkező szereplők karakterébe tudják beleilleszteni magukat, és végig tudják, nyomon tudják követni azt a vándorlási utat, ahogy ezek az adott szereplők bejutnak az Európai Unióba. Választhatnak akár elefántcsontparti labdarúgót, vagy brazil pincért, vagy mondjuk kínai szakácsot. Megpróbáltuk azokat a karaktereket megszemélyesíteni és megformázni a játékban, amelyek azért tipikus karakterek ilyen értelemben, akár foglalkozások tekintetében, akár a kutatásokra alapozottan olyan személyek, akikből a legtöbben érkeznek az Európai Unióba. A játék elsősorban tájékoztatni akar, és mindezt változatosan teszi, mondják a fejlesztők. Karakterének kultúrája, országának adottságai mellett a játékos megismerheti az EU szabályozási környezetét és az egyes államok migrációs sajátosságait is. A jó részt egyetemi oktatókból álló 6 fős műhely 4 éve foglalkozik a projekttel.
amely, mint mondják, nem pusztán a játékról szól. Nagy szabású kutatási tevékenység is egyben. Alapkutatásokat, kiegészítő kutatásokat folytatva, számos tanulmányt elkészítve, sok mély interjút, fókuszcsoportos beszélgetést lefolytatva, rögzítve, az itt élő, velünk élő, Magyarországon elérhető migránsokkal különböző jó kapcsolatokat kiépítve, és diskurzust folytatva jutunk el oda valójában, hogy az elmúlt évben, 2012-ben létrehoztuk magát a játékot. Ez egy mixed média, ha úgy tetszik, ez egy divatos szóra, de valóban ez sok technikával készült kis kreálmány. A kézzel rajzolt, valamint digitális technikával kialakított webes felületen navigálva országról országra, városból városba haladhatunk a célország felé. Minden állomáson más-más megpróbáltatások várnak, mondja Vörös Zoltán, a játék projektmenedzsere. Na most úgy néznek ki az egyes állomások, hogy minden egyes állomáson a karakter kiválasztása után van 4 darab épület, és ahhoz, hogy tovább tudjon menni egy adott városból, ezt a 4 épületet meg kell látogatnia, és ebben az épületben bizonyos feladatokat kell elvégeznie. Itt ezek a feladatok során egyrészt információkat szerezhet arról, hogy hogyan haladhat tovább a játék folyamán, illetve szerezhet pénzt, tehát ami egy fontos szempont, mert hogyha elfogy a pénz, akkor nyilvánvalóan a játék véget ér, és nem tud tovább menni, illetőleg szerezhet úgy nevezzük őket ikonokat vagy ajándéktárgyakat, amelyeket hát úgymond a zsákjába pakolhat, amely a képernyő jobb alsó sarkán jelenik meg, és ezek ikonok segítségével a későbbiekben olyan plusz információkhoz juthatnak, melyek tovább segítik az útján, akár kevesebb pénzt kell költeni, akár nem kell pénzt költeni, vagy tényleg egy útlevelet tud szerezni, és ennek következtében gond nélkül tud majd belépni az utolsó célállomásra, mondjuk az Európai Unió országába. A szerkesztőségben ezután mi is kipróbáltuk az Immigropolit. Több karakter közül lehet választani, lehetek például Hakan, 32 éves török újságíró, lehetek akár titkos ügynök is, Rahim, aki 52 éves iszlamabadi pakisztáni lakos. Végül Hakant, az újságírót választja a kollégám, akinek első feladata, hogy elbúcsúzzon az egyetemi lapnál dolgozó munkatársaitól. Egy rövid beszélgetést követően tovább léphet. Megyek, mert tudom, hogy milyen érzelmes, aztán még beszélünk. Viszlát. Küldetés sikeres. Nézzük meg egy küldetést, ami nem lesz sikeres, elmegyünk a bárba, hogy egy estét együtt töltsük a bátyámmal. Leülünk, itt vannak finom italok. A bárba két csinos hölgy érkezik, Hakam pedig magára hagyja bátyját. Rosszul döntött. Bukott a küldetés, mert egyedül hagytam a bátyámat, és elmentem a csajokkal szórakozni. Ez a küldetés nem sikerült, így kevesebb pontot kapunk. Az utat viszont folytathatjuk, Hakam pedig tovább baktat végső úti célja felé. A projekt eredményeként mintegy 250 ezer ember ismerhette meg az Unióba, valamint hazánkba vezető migrációs útvonalakat és napjaink bevándorlási tendenciáit. Mondják az alkotók és remélik, a játék legalább ennyire jól továbbadta az Európán kívüli országok népeinek kultúráját és látásmódját. Igazi világutazó az a pécsi pedagógus, akit mindenki szakszervezeti vezetőként ismer a városban. Kedvenc kiránduló helyei Távol-Keleten vannak, bejárta már India, Nepál, Pakisztán nagy részét, tavaly nyáron pedig egy dél-kelet-ázsiai körúton vett részt. Nem a luxus szállodákat látogatja, hanem igazi hátizsákos turistaként a legolcsóbb szállásokat, így akár 2-300 ezer forintból is kijön egy másfél hónapos útjai alatt. India, Nepál vagy éppen Laosz. Ezeken a helyeken készültek ezek az úti filmek. Egy hátizsákos turista, egy pécsi pedagógus vette fel ezeket a képeket. Már gyerekkorában imádott utazni, most felnőtt fejjel már maga szervezi útjait. Kedvenc területei a Távol-Keleten vannak. Azt mondja, igyekszik a lehető legolcsóbban eljutni oda. Olyan utazásokra kell gondolni, ahol azért nem mindig van szállás. Már olyan értelemben, hogy ágyban alszunk, az úgy nem mindig fordul elő, hanem valamikor egy jeepben alszunk, vagy éppen az út mentén. Volt olyan is most a legutóbbi kanyontúránkon, hogy így egyszerűen a földön. Szóval ezek nem nagyon magas költségvetésű utak, de természetesen azért pénzbe kerül, főképpen ugye a repjegy, de minden esetre hát nagyon élvezetesek és kalandús dolgok.
És árat lehet mondani? Árat? Hát árat az azért nehéz mondani, mert az mindig változó. Attól függ, hogy milyen repjegyet sikerül kifogni. Éppen ezért az a legjobb, én mindenkinek ezt is ajánlom, hogy egyszerre több utat dédelgessen, aztán pedig utána már a költségek azok csak kisebbek tudnak lenni, hiszen ha az ember Ázsiában jár, akkor azért nagyjából ugye az itthoni áraknak a felével van olyan hely, ahol egyharmadával kell számolni, szóval azért nem kell belehalni ezekbe az utakba. Csak mondjuk ezek nyilván nem a felső kategóriás szállásokról szólnak. Nyáron Laoszban járt. Ezt a főiskolán nekem laoszi csoporttársaim voltak, és nekem ez mindig olyan rettentő távoli világ volt, olyan volt, mintha olyan holdról jöttek volna, tök más szokásokkal. Szóval ez nekem nagyon érdekes volt, hogy látom a fővárosukat, Vientient, ahonnan jöttek. Szóval ez egy ilyen érdekes, nosztalgikus része volt a dolognak. Másik pedig, hogy Laosz nem annyira turistás még, tehát az ipari turizmus nem annyira elterjedt, hogyha valaki önállóan szeretne utazgatni, és látni valami kis eredeti életet, nem csak azt, amit ugye a turistáknak becsomagolva mutogatnak, mint például sajnos Vietnámban, amit most már tapasztalni lehet, akkor Laosz az mindenképpen ajánlott úti cél. Én azt hittem, hogy egy nagyon, nagyon fejletlen, nagyon vad vidéket fogok látni, rendkívül buddhista és nagyon nyugalmas és békés területet, ahol hát gyakorlatilag középkori állapotok vannak. Na most ez csak félig meddig van így. Félig azért így van, mert rendkívül nyugodt, rendkívül buddhista, és hát vannak nagyon szép vadvidékek benne, de ugyanakkor elég erőteljesen fejlődik is, és nagyon ügyelnek az értékeikre. Ez nekem nagyon tetszett. Például Luang Prabang, a régi főváros, hát az ugye nagyjából a régi fényében ragyog, nagyon szép, és éppen ezért nagyon turistás is, ez mondjuk egy kicsit a hátránya, de ugyanakkor látszik az, hogy mindenki azért ott gazdájának érzi az országot, és hát az ő, hogy mondjam, szóval az ő sebességükkel próbálják is ezt karbantartani. A sebességükről pedig annyit, hogy ugye Laosz az egy népi demokratikus köztársaság, tehát ott gyakorlatilag még elvileg kommunizmus van. Hát aztán ez így a valóságban annyira már nem látszik, inkább annak ugye a piacgazdasági jellege jobban előtlik, és hát ennek a népi demokratikus köztársaságnak a rövidítése angol ugye PDR, és ezt ők úgy szokták lefordítani a turistáknak, hogy please don't trash, tehát hogy kérjük, hogy ne piszkálj bennünket, vagy valami, tehát ez így nagyjából az ő temperamentumukra utal. Nekem most sikerült beszednem itt a kaland végén a dengilázat, ami azért egy elég kellemetlen betegség, de hát mindegy, túléltem. Nem volt azért nagyon jó dolog, de hát ilyeneket sajnos be lehet szerezni. Hát ez egy szúnyogcsipéssel terjedő betegség, ami ellen nincs védőoltás. Idén olyan durvább dolgok nem fordultak elő, mint korábban, amikor mondjuk a dzsungelben a vadelefánt megkergetett bennünket, és csak a krokodilos vizen keresztül lehetett volna igazán távozni, de hát aztán azt is megoldottuk, mert jöttek a helyi erők, és kivittek bennünket kenuval, de szóval most ilyen életveszély jellegű dolgok nem volt. Talán annyi igen, hogy azért Vietnámban az ember nem is gondolná, ami egyébként turisztikailag egy ilyen fejlettebb ország, és láthatóan jobban ki van találva már, ott azért nagyon furcsa szokások tudnak lenni. Mindenkinek tudom javasolni, hogyha vesz például buszjegyet Vietnámban, akkor rögtön ott azon nyomban kérjen róla másolatot. Ha más nincs, akkor dugják be a faxba, a faxkészülékbe a jegyet, és úgy készítsenek másolatot, mert a buszsofőrök elveszik azt a jegyet, aztán egyszer csak mondjuk 400 kilométerrel a cél előtt éjszaka eszükbe jut kidobálni a hátizsákokat, mindenkit lezavarni a buszról, és közlik, hogy ennyi volt az út. Ilyen esetünk volt, mondjuk akkor nem voltam nagyon boldog, de hát aztán végül is megoldottuk, mert vettünk egy másik buszjegyet. Szerencsére ezek nem nagyon drága a tételek, itt inkább az idővesztesség a probléma, és az egy kicsit idegesítő, ha az ember mondjuk betervez egy utazásra egy napot, és másfél lesz belőle, mert akkor az valahonnan hiányozni fog. Minél többet utazom, annál jobban látom, hogy az emberiség alapjaiban nagyon azonosakat érez, azonosakat gondol a világról, és nagyon egyformán süt a nap mindenfelé, és
és így a laosziaknál sem láttam azt az őrült különbséget, amit az ember úgy gondolna a távolságból. Szeretik a mindent, ami olyan csillogós, ami olyan meseszerű, és nagyon szeretik az ilyen hogy mondjam, mesés elképzeléseket, megoldásokat, ezért ragaszkodnak például a királysághoz, a királyokhoz, a királyok életéről szeretnek beszélgetni, meg a palotákról. Szóval ez a millió az, ami szerintem ő náluk nagyon bejön. Talán a legnagyobb különbséget az étkezés terén tapasztalja a magyar turista. Hát volt olyan vacsorám, ami leginkább ilyen hernyókból állt, szöcskéből, szárított béka, ilyen szárított sült béka, meg hát szóval mindenféléket, kis csótányt is. ezek olyan ropiszerűségek volt. Az utcán árulják, zacskóba, és akkor így lehet ropogtatni. És amit egyébként esznek, az általában ilyen vega ételek. Persze esznek azért húst is, de azért a növények teszik ki az ételek nagy részét, meg a tésztafélék, rizstészták, meg ilyen üvegtészták, azok nagyon finomak szerintem. De nem Dél-Kelet-Ázsia, ahol igazán otthon érzi magát. Hát amit én imádok, az igazából Nepál, azon belül Baktapur, hát azok a gyönyörű középkori helyek. Baktapur az egy fantasztikus középkori város, azok a pagodaszerű, de mégis annál bumfordibb, nagyon sajátos építészeti stílus, azt szerintem azért nagyjából mindenkit megfog. Nem véletlen, hogy a Kis Buddha című filmnek az a jelenete, ahol még Buddha fiatal, az úgy nagyjából azon a részen, tehát Baktapurnak ez a belső főtere környékén játszódott. Hát az valami csodálatos, az tényleg egy álomvilág, függetlenül attól, hogy egyébként a világ úgy tudom második legszegényebb államáról van szó. De ezt ott egyrészt sokkal természetesebben veszik az emberek, valahogy a mindennapokba beépül az, hogy hogyan lehet nagyon költséghatékonyan élni, tehát ez nem egy ilyen síralomvölgy, hogy jaj, most milyen szegények vagyunk, nem így élik meg. És amikor az ember ott él, és ott van, közöttük él, mert mi nyilván nem komolyabb szállásokon szállunk meg ilyenkor, hanem ott az egyszerű emberek között, egyszerű, a normális emberek között. Szóval ott ez nem, egyszerűen nem téma. A másik kedvence Észak-India. Voltam Kasmírban is. Kasmír az megint egy más világ, mert ott zömében muszlimok élnek, és hát ugye tudjuk, hogy a folyamatos ellentét, a pakisztáni-indiai ellentét azért nagyjából, meg hát Kasmír birtoklása miatt ott csapódnak le azok az érzelmi ellentétek is, amelyek azért a hinduk és a muszlimok között most már azért jó pár évszázada feszülnek. Hát ott sikerült egy jó kis helyzetbe belecsöppenni. Hát nem sokkal előtte megöltek egy fiatal gyereket az utcán, ilyen kődobálásos, zavargós valami volt, és ott sikerült őt megölni, és aztán pedig persze, hogy kitört a botrány, és utána pedig már szabályos harcok alakultak ki. Ez úgy néz ki, hogy a helyi lakosság kővel dobálja a G.I. Joe-nak beöltözött hindu rendőröket, akik meg úgy időnként visszapörkölnek, és hát olyankor hát lőni szoktak, aztán akkor ott meghalnak emberek, abból aztán még nagyobb kődobálás lesz, és akkor ez így folytatódik, és amikor megérkeztünk, akkor egy lány kihajolt az ablakon, állítólag nem csinált az égvilágon semmit, ahogy a helyiek elmondták, és homlokon lőtték. Hát ez egy akkora botrányt kavart, hogy lezárták a várost, tehát gyakorlatilag ilyen háborús helyzetbe kerültünk. Úgy nézett ki, hogy lezárják a hegyi utakat is, hát ott egy hegyi út van, ahogy Kargil felé elmehetünk, a Zojila hágon keresztül, ami azért egy eléggé hát magasan és hát olyan veszélyesen működő út, hogyha ott azt lezárják, akkor se kisebe. De aztán megbeszéltük, hogy hát akkor nem félünk, mert meghalhatunk így is, úgy is, akkor már ne félbe halljunk meg, és akkor próbáltunk koncentrálni a feladatra, hogy minél előbb kerüljünk ki, és hát így akkor aztán sikerült végül is egy elég jó kis jeepet szereznünk, amivel biztonságosan át tudtunk menni az Zojilán, és még utitársakat is, akik szintén ilyen hasonlókba kifolyólag el akarták hagyni a területet, úgyhogy így viszonylag olcsón jutottunk el Kargilba, és akkor Kargilon keresztül pedig Ladakh fővárosába lépve. És hát azon az úton mentünk, amit két nappal később pedig egy sárlavina elmosott. Az életveszély és a kényelmetlenségek ellenére már tervezi a következő útjait a pécsi pedagógus. A nagy terv az igazából az, hogy megint India, meg ott az északi rész, meg még egy kis Nepál és Nagy-Tibet.
Meg kéne nézni azért jobban Nagy Tibetet, már mint a Kínához tartozó részt. El kéne jutni azért most már Kínába is, és mindenképpen Mongóliába. Ha csorog a vince, tele a pince, tartja a mondás, az idén pedig csorgott, így a gazdák jó termésben reménykedhetnek. A szakemberek szerint bár sokszor bejönnek a népi jóslatok, erre nem lehet alapozni a szőlőtermesztést. Kényes növény a szőlő, sok törődést igényel. A régi időkben a gazdák a szakértelmükön túl éppen emiatt fohászkodtak a természet felettihez, hogy jó termés legyen. A magasabb hatalmat szentek formájában képzelték el. Ilyen vince is, akit január 22-én ünneplünk. Az a regula, amit elmondanak, ha megcsordul a vince, tele lesz a pince, tehát ez valójában meg szeretné varázsolni a jó időt. De ez a mondóka, hogy mennyire Magyarországon, mennyire Kárpát-medencére, mennyire jelen van itt, ez 1498-ban már a pesti ferenceseknél előfordul a prédikációba. Tehát azt mondjuk, hogy biztos, hogy már az előző évtizedekben is, tehát úgy mondta, hogy előbb is jelen van. Tehát azért ez egy ősi hagyomány a szőlész és a borász embernek, Szent Vince, vértanú, valójában a szőlőről szól és a borról. Régen, január 22-én a szőlősgazdák összejöttek, ettek, ittak, közben pedig megvizsgálták a vesszőket. És a szőlőnek bizonyos sarkáról, vagy a szőlő tőkékről vágtak egy-egy vince vesszőt, ezt a vesszőt ugye hazavitték, vagy elvitték a pincébe, betették egy edénybe, hogy kirügyezzön, kivirágozzon, ugye ez egy próbatétel. Azért is próbatétel, hogy nem fagyott el a vessző. Tehát ha kivirágzott, na azaz, hogy kizöldült, akkor jó lesz majd a hajtás. Dr. Kozma Pál, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet igazgatóhelyettese szerint a népi jóslatok általában még most is bejönnek, de ez alól is akadt kivétel. És tavaly nagyon jó idő volt, napsütéses idő volt vincenapon, és utána mégis január vége felé volt egy nagyon-nagyon nagy hideg, és hát nem csak az Alföld jó része fogyott el, hanem azért szexellens voltak területek, villányban is voltak ilyen területek, Pécsi borvidék is voltak, laposabban fekvő területek, amelyek megfagytak. A Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben ma már tudományos alapon zajlik a munka, nem fohászkodnak szentekhez. Az időjárásnak azonban még most is ki van szolgáltatva a szőlő. Nagyon enyhe az idő. Azt kell, hogy mondjam, hogy túlságosan is enyhe, és ha most bejönne egy nagy hőmérséklet zuhanás, akkor a hirtelen hőmérséklet változás miatt lehet, hogy nagyobb lenne a rütykár, mint hogyha egy fokozatos lehűlés lenne. De reméljük, hogy ez nem fog bekövetkezni, és egy kiegyensúlyozott, nem szélsőséges évjárat elé nézünk. Az idén megcsordult vince, így a szőlészek, borászok igazán jó termésmennyiségben bizakodhatnak. A madárgyűrűzés folyamatát mutatták be gyerekeknek a Dunadráva Nemzeti Park szakemberei Pécsett a Pintér kertben. Az 1,8 hektáros természetvédelmi területen széncinkéket fogtak be, és látták el őket egyedi azonosítóval. Repül a madár, neki még belesik ebbe a zsebbe, és ebből már nem igazán tud kijönni. Ezzel a hálóval fogják meg a madarakat, gyerekeknek mutatták be a Dunadráva Nemzeti Park szakemberei a madárgyűrűzés folyamatát. A repülés közben, amikor repül a madár, akkor ezzel evez, hajtja maga alatt a levegőt, ezzel pedig kormányoz, jobbra-balra tudja billenteni, mint a repülők, úgy tudja irányítani magát a levegőbe. A széncinege hazánk egyik leggyakoribb énekes madara, és a legnagyobb termetű a Magyarországon élő cinegefagy egyedei közül. A tojót meg a hímet úgy lehet megkülönböztetni, hogy a hímnek egészen a combjáig elmegy a fekete sáv, a tojónak meg csak itt a hasáig. Gyűrűzés előtt minden madárnak felveszik az adatait, megmérik a szárny hosszúságát, és megállapítják, hogy milyen állapotban, kondícióban van. Ezután kapja meg az egyedi azonosítóját. Ráteszünk egy gyűrűt, erre az van írva, hogy Budapest, és van egy rajta egy szám, ezen például A797, 797. Na, pont egy ilyen szimmetrikus gyűrűszámot kap. A célja az, hogy a gyerekeket megismertessük a természettel, megszerettessük velük a természetet. Nem kell feltétlen madarásznak, botanikusnak, rovarásznak lenniük, csak egy kicsit közelebb kerüljenek a természethez. A Dunadráva Nemzeti Park rendszeresen szervez szakköröket, délutáni foglalkozásokat, sőt táborokat is az általános iskolás kisdiákoknak. A Pécsi Pintérkert pedig erre az egyik legalkalmasabb helyszín. A csaknem 1,8 hektáros területen ugyanis a legtöbb őshonos védett növénnyel és számos élőlénnyel is találkozhatnak a fiatalok.
Köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk két hét múlva is, viszontlátásra!